kastélyt 1908-ban kezdték építeni, 1912-re készült el, és 1918-ra lett berendezve. A mezőzahi birtok, amelyre a kastély épült, a 18. század második felében került az Ugron család tulajdonába, Ugron István felesége, Bánfi Anna révén hozományként. Az 1940-es évek végéig lakhelyként szolgált, majd a tulajdonos halála után államosították. Az államosítás után a berendezési tárgyak legjavát széthordták. A kastélyban először gabonagyűjtő központot hoztak létre, majd iskolát működtettek. 1963-tól gyerekotthon működött a kastélyban, amit 2012-ben számoltak fel. Azóta üresen áll, és rohamosan romlik az állapota az állagmegőrzési munkálatok ellenére is. Jelenleg a kastély a Maros megyei önkormányzat tulajdonában van, belseje sajnos nem látogatható, gondolom egyrészt biztonsági okokból. A kastély látogatását érdemes összekötni a közelben található, ugyancsak a mezőzáhi Bazsa Rózsa rezervátum látogatásával. Legalkalmasabb erre a májusi hónap közepe és vége közötti időszak, ugyanis ekkor nyílnak a bazsarózsák.